Idén 68. alkalommal rendezik meg a sportszakos hallgatók sporttalálkozóját. 1952 óta 3 év kivételével minden esztendőben megtartják ezt az eseményt. Ezúttal is a Pécsi Egyetem a házigazda, a résztvevők a Papp Gábor sportcsarnokban gyülekeztek. Komoly céljai vannak a rendezvénynek. Mindig is nagyon szoros kapcsolat volt a sportszakmán belül a felsőoktatásban, tehát ez most már több évtizedes hagyomány, és tényleg a közös szakmaiság, a közös együttlét és a szakmaiságnak a megbeszélése, megosztása, közös konszenzus létrehozása. Ez volt mindig is a cél. A sportágak, melyekben a fiatalok 2 napon át versenyeznek, az atlétika, az úszás, valamint olyan labdajátékok, mint a kézi, a kosár, a röplabda és a kispályás labdarúgás. Közel 350 hallgató, 40 oktató, edző és a házigazdák 30 fős szervezői csapata, illetve 60 egyetemista vesz részt az eseményen. Ez összességében 7 intézménynek a nevezett hallgatói. Összesen 8 képzőhely van, győriek nem jöttek el, de van Szeged, Szombathely, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, a TF Budapestről, illetve a Pécsi Egyetem, és ez adja ki tulajdonképpen ezt a 300-nál valamivel több nevezést. A Sporttudományi és Testnevelési Intézet azon dolgozik, hogy ez a 2 nap több legyen, mint sportesemény, a résztvevők az elért eredmények mellett élményekkel gazdagon térjenek haza.